Rudolf nagyszerűen küldte előre külsővel. Sikerült birtokba is venni, gyönyörű támadás, és egyszerűen hagyja pattogni a labdást Restik. Még így is jó Priskinnek. Rudolf, aki indította, befejezi egy óriási góllal. Vezet a Győri Eto. Az ellenfél szögletéből ment végig a kontra, és már egy pillanatra ott Stresniknél megtört a lendület, de az a Rudolf fejezi be az akciót, aki valamivel korábban 70 méterrel hátrébről elindította Pátkait. Itt egy pillanatra úgy tűnt, hogy oda a lehetőség, Priskin tovább tolja a labdát, Rudolf pedig fölvarja Balogh feje fölé. Egy tőzsgyökeres nyíregyházi gólja itt Nyíregyházán a Győr vezetését jelenti, már elég korán. Fölvarta, letérdelt Balogh, talán nem számított rá, hogy a feje fölé odarúgja Rudolf.